bor pálinka és a sör után itt az újabb ital, a fröccs, aminek ráadásul egész komoly köze van Győrhöz, meg Jedlik Ányoshoz. Jó estét kívánok, köszöntöm a Revita Televízió kedves nézőit. A mai témában is, hát italozgatunk egy picit megint csak, természetesen nem itt most a stúdióban, csak úgy átvitt értelemben, mert hogy a 8. győri fröccs napok lesz a mai témánk, ami a jövő hétvégén, tehát 21-én pénteken, 22-én szombaton és 23-án vasárnap kerül majd megrendezésre a belvárosban. Két vendégünk is van a stúdióban, Úrichné Pap Euridiké, illetve Heim Gábor egyikük, illetve másikuk is főszervező. Arról beszélgettünk, hogy 70%-a a szervezőknek nagyjából itt van a stúdióban. Ugye Úrichné Pap Euridiké a Művészeti és Fesztiválközpontot képviseli, egyébként Heim Gábor pedig a Rotary Klubot. Jó estét kívánok, és köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Szép estét kívánok mindenkinek. Ugye mai napon volt a beharangozó sajtótájékoztató, és azért gondoltuk azt, hogy ma beszéljünk egy kicsit a fröccsről. Mi mindenről tudtak ma beszámolni? Engem az érdekelne mindjárt, hogy ha ilyen kevesen szervezik, akkor mikor indult ennek a fröccs fesztiválnak a szervezése, és hol tartanak most, minden készen áll-e a jövő hétvégére, vagy még apróbb simítások azért hátra vannak? Azt azért mindenképpen el kell mondani, hogy a 70%-a a szervezőbizottságnak tényleg itt áll ön előtt, de az a 30% nélkül ez a 70% semmire nem ment volna. Tehát a szervezés az, én azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a tavalyi fröccs fesztivál zárása után elkezdődött a konkrét munkának, és én úgy, ha jól emlékszem, egy olyan 3 hónappal ezelőtt kezdtünk begyorsítani, és az utolsó 1 hónapban gyakorlatilag napi kontaktus, heti 2-3 személyes egyeztetés. Jó, mondom. Én azt hiszem, hogy ez akkor begyorsult az egész téma. Talán kijelenthetjük azt, hogy minden rendben van. Euridikét még az egyetemről ismerjük, ott is szervező, főleg szervező munkát végzett. Itt most akkor önnek az az első fröccsfesztiválja. Így van. És nagyon örülök, hogy a Gáborral együttműködhetem, meg így megismerkedhettem így ezzel a csodás Rotary Klubbal. Azt gondolom, hogy az idén a feladatunk az volt, hogy egy kicsit felspékeljük ezt a tavalyi programot, igyekeztünk a lehető legtöbb olyan különleges együttessel együttműködni, és meginvitálni ide Győr városába. A fröccs napok, azt gondolom, hogy ezzel így egy nagyon színes programmá fog válni. Ténylegesen azt kell mondani, hogy a város vezetői részéről maximális támogatottságot kapott a Győri Rotary Klub ebbe a programra. Azt kérték tőlünk, hogy próbáljunk meg a város többi hasonló rendezvényeihez felnőni, ha szabad így mondani. És mindent megkaptunk hozzá. Jó tanácsot, megkaptuk Euridiké segítségét, és én azt hiszem, hogy ki kell emelni azt, hogy a város részéről megduplázódott az a keret, amit a programnak a megvalósítására tudunk használni. Programokról már részletesen is beszélünk. Így. Ugye túl vagyunk már egy borfesztiválon, túl vagyunk már egy hagyományok fesztiválján, többek között a Pálinka fesztiválon. Lesz még közben egy sörfesztivál is, ez ilyenkor segíti vagy gátolja a szervezést? Mennyire tudják kiegészíteni a különböző italnemekhez kapcsolódó fesztiválok? Lehet abból mondjuk önöknek meríteni, ellesni egy-két kulisszatitkot, vagy ez teljesen függetlenül működik már? Teljesen függetlenül működik, de ugyanakkor én azt hiszem, hogy mivel a világ mindig változik, ezért nekünk is változni kell, mindig alakul, tehát nekünk is alakulnunk kell. Biztos, hogy merítettünk most is sok jó ötletet a korábbi fesztiválokból. Én kiemelném azt, hogy ez a fesztivál egy dologból biztosan más, mint az összes többi. Ez viszont az, hogy itt nem történik értékesítés. Tehát amit mi kínálunk a látogatóknak, az a fröccs, különféle fröccs, és nagyon egyszerűen zsíros kenyér kompozícióknak hívjuk azt az ételt, amit kínálunk ott a fröccs pavilonokban, azt mi adományért adjuk cserébe. Tehát ez biztosan különbözik az összes többi hasonló rendezvénytől. Ha jól emlékszem vissza, akkor az elmúlt 7 fröccs napok is nagyon jól sikerültek. Ugye a fröccsnek külön kötődése van Győrhöz, Jedlik Ányos révén, meg a Szóda révén. Miben lesz most más? Euridiké ugye említette az előbb, hogy ez egy picit más lesz, egy kicsit megspékelték. Mivel sikerült megspékelni, és hogyha lehet, akkor nagyjából menjünk végig a programokon. A fröccsre majd visszatérünk, azt majd Gábor elmeséli, hogy miért is fontos, de milyen kiegészítő programok lesznek, ami a fröccs mellé jár majd.
Igen, tehát elsősorban azt szeretném kiemelni, hogy ebbe a rendezvénybe kapcsolódott be a céhek napja, a szakmát tanuló diákok ünnepe is. Ez úgy fog szerepelni a programunkban, hogy pénteken délután 17:30 egy hirtelen korabeli ruhákba fognak beöltözni, amilyen barokk ruha, magyar palotás ruhát viselő diákok felvonulnak a Széchenyi tér színpadához, és ott egy, nem mondom el a meglepetést, azt igyekszem. Mondjuk az, hogy köszönti a felvonulás a Fröccs napokat. Így van, tehát akkor mindenkinek azt hiszem, hogy ezt látnia kell. Ezt követően pedig a megyeházához fognak felvonulni, illetőleg lesznek a diákoknak ott egy nagyon színvonalas, ünnepélyes átadó is. Itt a diákokat ugye jutalmazzák különböző rendszerint. Előtte pedig lesz nekik egy szakmai és ügyességi vetélkedő. Visszatérve viszont a péntek délutánra, azt gondolom, hogy talán a Gábor a felvonulásról, hogyha itt egy pár szót említenél, hiszen ez egy nagyon hagyományteremtő, és azt hiszem, hogy kezdjük ezzel. Ilyen még nem volt, amit Euridike említ. Fél 16:00 a hotel konferenciából, ahol nekünk a rotari üléseink szoktak lenni, egy fúvó zenekar kíséretében, valamint a Győrbe látogató jedlikányos szódalovagrend tagjainak a kíséretében a fröccsnapokat szervező rotari klubok, ezekről majd még egy picit beszéljünk, képviselői levonulnak a jedlikányos szoborhoz. Ez még soha nem volt, ez az első. Ezt a Euridike és a munkatársai ajánlották nekünk. Levonunk a jedlikányos szoborhoz, amelynek nyakát virágfüzérrel fogjuk ékesíteni. Hangsúlyozom, azért virágfüzérrel ékesítjük, mert nem megkoszorúzzuk, mert a koszorút azt alája, ahogy a szobor elé szokás tenni, és ezzel a mozzanattal gyakorlatilag megnyitottnak nyilvánítjuk a fröccsnapokat. De folytasd a lényegeket. Ezt követően pedig a szódás üveg kiállítás megnyitója következik a Xántusz János Múzeumban. Nagyon klassz, régi típusú és új típusú szódás üveget tekinthetnek meg a látogatók. Szombaton és vasárnap mindenki számára ez nyitott lesz. Ezt követően pedig az, ami az egyik legjobb és legklasszabb szerintem az az, hogy az osztrák jazz est meglep minket itt Győrbe. Úgyhogy kettő olyan együttes jön el, ez a Black Café Vina és a Dignus Schneiberger trió. Tulajdonképpen a Real Cargo bemutatja itt nálunk ezt a csodás két osztrák együttest, és nagyon klassz jazz estét fognak nekünk tartani. Érdemes megemlíteni, hogy vendégünk lesz az osztrák nagykövet is, akit a rotaristák fognak vendégül látni. És fotbarát egyébként, azt lehet tudni? Biztos, hogy az lesz. Szeretik elvileg a jó. Én azt hiszem, hogy egy spritzerfest az biztos, hogy vonzó lesz a nagykövet úr számára is. Egyéb programok, folytatás? Igen, tehát az összességében a szombat és a vasárnap az úgy néz ki, hogy mindkét nap gyerekprogramokat biztosítunk a Városi Művészeti Múzeum segítségével, illetőleg a Mobilis Interaktív, a szódás kísérletek ilyen kísérletei lesznek, hol máshol, mint a szódás üveg szobornál a Gutenberg térnél, hiszen az is egy helyszín, nem csak a Széchenyi tér. Ezt követően pedig kiemelném azt, hogy nagyon sok olyan hagyományteremtő ilyen együttesünk lesz, ez nem más, mint a Nyúli Daláda, a Baráti Dalkör és Citerezenekar, akkor a Károly házáról érkezik a Károlyházi Citerezenekar, az, ami még a Csobolyó Tánc Együttes, és ha már itt a táncnál járunk, és a szórakozásnál, azért az esti órákban pedig rock stílusú, ilyen lágyabb rock stílusú, tehát nem kell megijedni, populáris zene kedvelők nyugodtan jöhetnek, és nagyon különleges együttesek lesznek, nem csak azért, mert
jó minőségű és jó színvonalat produkálnak, hanem mert hát valaki felajánlásból vesz részt a rendezvényen. Itt Gábornak át is adnám a szót. És ha majd felajánlásnál, hogy közbeszólok, aztán majd a felajánlásokról is beszélünk. Ugye említettük már azt, hogy nem hétköznapi módon lehet itt a fröccshöz hozzájutni. Igen. Hogy is zajlik ez pontosan? Tehát ha valaki egy jó fröccsöt szeretné inni, akkor ezt hogyan valósíthatja meg a jövő péntek szombat vasárnap? Oda megy a 4 fröccsértékesítő, idézelve fröccsértékesítők is faházunkhoz, kér egy fröccsöt, és amennyit jó szívvel ajánl egy fröccsér, az beleteszi egy gyűjtőedénybe. Nagyon egyszerűen erről beszélünk, erről szól az egész fröccsnapoknak a úgymond értékesítési technikája. És mire fog menni majd a bevétel, hiszen ilyenkor gondolom már jó előre kigondolták, hogy kipróbálnak ezzel támogatni? Hagyományosan a győri fröccsnapok valamennyi rendezvénye, így a 8. is, a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszédverseny támogatására fogjuk fordítani, épp ebből kifolyólag a zsíros kenyeret a kazincis diákok fogják készíteni. Ha már jótékonyság, akkor ezzel belvettem öntől a szót, gondolom, hogy talán Nagy Balázsra akartunk kijutni például. Például Balázsra is. De a fő attrakciója, hanem a fröccsnapoknak is az egyik fő attrakciója. Így van, de ugyanúgy megemlíthetem, de Balázsra még visszatérek, ugyanúgy megemlíthetem a Dunaszerdahelyi Hadd el hadd zenekart, akik felkerestek minket, és egy közös barátunk jóvoltából fognak díjmentesen fellépni szombat este, fergeteges programot ígértek nekünk. Hasonlóképpen Balást felhívtam, és elmondtam neki, hogy mire szeretném megkérni, és ez az, amiért érdemes a Rotaryt csinálni sok esetben. Azonnal önként felajánlotta a díjmentes részvételt, megígérte, hogy hozza a barátait is. Nem tudjuk, hogy hányan lesznek, nem tudom, hogy kik jönnek, én megbízom Balázsba, mert mindig fergeteges hangulatot tudott csinálni, sőt felajánlotta azt is, hogy beállnak fröccsöt mérni hozzánk. A fröccsmérésről még annyit, hogy Szolnokról érkezik hozzánk a magyar szikvízgyártók Jeddikányos lovagrendje, akik egy több mint 150 literes óriás kelyhet, üvegkelyhet hoznak, és ez a Széchenyi téren lesz szombaton délután 2 órától este 6 óráig elhelyezve, és természetesen a rotarisok segítségével abba összeállítják a legfinomabb, akkori legkedveltebb fröccsöt, és onnan lesz a kimérés. Még annyit, hogy vasárnap a fröccs kimérésben is asszisztálni fognak az egyik legismertebb tévésorozat sztárjai, Erkárpáti Péter, Várkonyi András és a hölgyek, a Nyári Dia, a Szabó Kitti és Marenec Fruzsina is. Szintén zsíros kenyeret fognak osztogatni, vagy illetőleg átadni kínálni. És kínálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy sztárban sem lesz hiány, és fröccsben sem. Ugye az a jó a fröccse, hogy nem kötődik annyira jó időhöz, rossz időhöz, nem úgy, mint mondjuk a sör. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mivel lennének elégedettek a jövő heti, vagy a jövő hétvégi 3 napon, akár látogatói létszámban, akár ha mondhatjuk azt, ha már jótékony célra megy a bevétel, akkor mondjuk bevételben. A bevételről én összegszerűségében én azt hiszem, hogy erről nem szeretnék itt beszélni. Mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogyha a megrendelésünkhöz híven nagyon jó idő lenne. Mi ezt az égiek felé már leadtuk ezt a megrendelést, bízunk benne, hogy ez megvalósul. És az, hogyha minél többen velünk együtt tudnának ünnepelni a együttlétet, a jótékonyságot, a jó hangulatot és a barátságot. Ki kell emelnünk itt még, ha már nálam van a szó, hogy ez az első olyan fröccsnap, ahol Győr-Moson Sopron megye szinte valamennyi Rotary klubja részt vesz. Ha mással nem, egy programot küldött az egyik távolabbi Soproni Rotary Klub, amit mi nagyon hálásan fogadtunk, és szombat este a Hadd el hadd zenekar, nem a Hadd el hadd, hanem a Guten Abend zenekar testesíti meg ezt a felajánlást, de velünk együtt fog fröccsöt mérni Moson-Magyaróvár Rotary Klubja, a másik győri a Győr Rába Rotary Klub, valamint győrúj barátaink is meglátogatnak minket, és egy faházba ők fognak fröccsöt mérni. Még ha szabad a jótékonyságról beszélni, éppen ma hívott fel az a barátom, akinek a feladata a bornak a rendezése, hogy 1400 liter bor ára rendelkezésünkre, és mondtam, hogy Jézus Máriám, az egy őrült nagy szám. Azt mondta, hogy
1000 liter az felajánlásból jött. Ezt úgy kell érteni, hogy barátaink, szimpatizánsaink 50-100 liter bort ajánlottak fel díjmentesen arra, hogy azt értékesítve, kínálva bevételt tudjunk realizálni, amit ugyanakkor, vagy későbbiekben pedig jótékony célra tudunk fordítani. Sejtettem én, hogy a Fröccsi ez egy nagyon jó téma lesz, mert nagyon hamar elment az időnk. Hölgyem, uram, egy élmény volt önökkel beszélgetni, és természetesen ott leszünk majd a jövő hétvégén, és forgatunk is a Fröccs napokon. Köszönöm szépen, és akkor jó időt kívánok másnak. Elvárjuk éveket oda. És mindenkit szeretettel várunk. Na hát akkor menjenek ezen a hétvégén sörözni, a jövő hétvégén meg fröccsözni. Köszönöm már a figyelmet, holnap ugyanitt, ugyanebben az időben megint csak várom önöket, egy egészen más témával, az italok sorát most már sajnos nem folytatjuk, de majd talán a jövő héten. Holnap találkozunk megint, a viszlát.